minden második ilyen cikcakban, minden második osztóf fő fölé sikerült nyílt égésterű gáz hőlékbe fogókat tenni. 2022-ben adták át a teljesen felújított, restaurált Nagy Boldogasszony székesegyházat Kaposváron. Az épület 1993 óta nem csak plébánia templom, hanem az új kaposvári egyházmegye székesegyháza is. Aki látta a felújítás előtti állapotot, az tulajdonképpen az bejön a templomba, és az előtte-utána állapotra, akkor van egy ilyen wow élmény, ezt nem tudom másként megfogalmazni, mert hihetetlenül színes lett és világos lett az egész templom belső. Ez az egyik legfontosabb. Maga nemében nem egyedülálló ez a díszítő stílus, ez tökéletesen illeszkedik abba a 19. század végi díszítő festési eljárás módba, mint akár a pécsi bazilikát tekintjük, vagy a Mátyás templom, országház, stb. Tehát igazából ilyen szempontból illeszkedik ebbe az egészbe, és itt maga az, hogy hihetetlenül színessé vált, és ez az élmény az, ami nagyon fontos lehet a kaposváriaknak. Itt mind az üvegablakok tekintetéről beszélünk, mind a falképről beszélhetünk. A Kaposfest keretében ezúttal a nagy érdemű is sok érdekességet, kulisszatitkot tudhatott meg az épületről. A többi között azt, hogy ez már a harmadik templom ezen a helyen. A szakemberek pedig szívesen mesélnek az érdeklődőknek a történetéről. Szép, színes, nem biztos, hogy el tudja mondani. Így, hogy kicsit hogy ráirányítjuk a figyelmet, az, hogy ki és mikor és miért dolgozott és hogyan, ez nyilvánvalóan egy kicsit megnyitja a nézőpontot egyéb templomok felé is. A Székesegyház több koncertnek is helyet ad ezen a hétvégén, de a Szivárvány Kultúrpalota és a Református templomba is érdemes ellátogatni.